3 éves a hajdúszoboszlói termelői piac. A születésnapon, június 26-án kóstolókkal és tortával lepték meg az árusok a vásárlókat. A születésnap alkalmából a kedves vásárlóinak egy kis pásztortalponyával egy kis házi kistermelői mentesbolt a szörvek kedveskedők. Nem maradt senki éhes azok közül, akik pénteken vásárolni mentek a termelői piacra, a pásztortalponyából jutott mindenkinek. Nagyon finom, ismerem a szörpüket és a lekvárukat is, csodálatos, csak ennyit tudok mondani, és ez is nagyon jól sikerült. A piacon a születésnapon is megtalálhatók voltak a megszokott áruk, zöldségek, gyümölcsök, húskészítmények és kézműves termékek is. A termelői piacnak jelenleg körülbelül 30 állandó árusa van. Gyakorlatilag napra pontosan 3 éve történt a megnyitó. Mi termelők vagyunk, és így úgy döntöttünk, hogy szeretnénk, hogyha hazai terméket kaphatnának a hajdúszoboszlóiak is az idelátogatók, és így indult két magánszemély kezdeményezésére a termelői piac. A 3 év alatt hogyan fejlődött, illetve akkor, amikor elindult, akkor mi volt a tapasztalat, hogyan fogadták a vásárlók? Hát elég kétkedve fogadták a vásárlók, a 3 év azért bizonyította azt, hogy igenis szükség van erre a kezdeményezésre. Tulajdonképpen, mint itt látszik is mögöttünk, vásárló van, igény van, és tulajdonképpen most már termék is van. Nagyon sokan vannak szoboszlóiak, de még mindig nem elegen. A környékből, 40 kilométeres körzetből jönnek a termelőink. Minden megtalálható gyakorlatilag most már a termékpalettán, amire szükség és igény van. Nyilván fejlődik mindig, mindenki, igény van rá, és muszáj megújulni. A 3 év alatt az árusok tapasztalata az, hogy aki egyszer ellátogat a termelői piacra, megszereti azt. Nagyon sok visszatérő vásárlónk van, még a vendégek közül is. Tehát akik ide látogatnak, vendégek, tavasszal, nyáron, ősszel, ők mindig eljönnek, mindig vásárolnak, sőt van olyan, aki már megrendeli előre a terméket, és úgy jön ide a megrendelt termékért. Én már vagy 3 éve itt vagyok, újrahasznosított termékekből csinálok. Tehát aki jönnek, ami szemét, azt én felhasználom, ugyanúgy papírból csinálok ékszereket, akkor műanyag flakonokból, akkor használt blúzokból. Én ezzel foglalkozom, és nagyon élvezem, és sokan is keresik, mert egyediek, mindegyik termékem egyedi. Két egyformát nem nagyon lehet belőle csinálni. Nagyon szeretünk ide járni. Jó a forgalom, vannak visszajáró vendégek, jó. 3 év alatt nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sokan vannak most már, és nagyon jó a piac. És nagyon sok a visszajáró vendégünk is. Az általunk megkérdezett vevők is gyakran vásárolnak a termelői piacon. Nem minden héten, de azért elég sokat igyekszem jönni, nézelődni. Aztán újabb és újabb eladókat is föl lehet fedezni. Oda kell nézni, ahol sokan állnak, és ott valami különlegeset árulnak. Mi az, amiket szokott vásárolni? Hűha, szörpöt, lekvárt, régebben még húst is vettem, most inkább zöldséget, gyümölcsöt. Visszajáró vagyok, zöldséget, gyümölcsöt, meg ami kell a háztartásba. Én az első perctől kezdve járok, és nagyon tetszik, mert minden van, és lehet válogatni. És nagyon jó minden. Ha itthon vagyunk, akkor minden hétvégén jövünk pénteken. Miket szokott keresni? Mindent, ami otthonra kell a háztartásba, gyógynövényektől kezdve. Most a lányomnak vettünk egy ilyen nyakláncot, mert én is hordok, ő is szeretné, sajtféléket, a péksütemények nagyon finomak, mindent, ami hajdúszoboszlón és körzetében megterem. Miért tartja fontosnak, hogy ide járjon és itt vásároljon? Azért tartom fontosnak, mert ahogy a hagyományunk is tartja, hogyha lokálisan étkezünk, tehát 50-60 kilométeren belül, az sokkal jobban hat az egészségünkre és a szervezetünkre. Tehát nem azokat a cikkeket kell megvenni, amit külföldről hoznak be, illetve Budapestről, hanem amit Hajdú-Bihar megyében megtermelnek. Illetve segítjük ezzel az itt ülő embereket is természetesen. A termelők között többen vannak, akik nem indulás óta árulnak itt, csak később csatlakoztak a termelői piachoz. Közéjük tartozik Kolozsi László is. Úgy látom, hogy a piac az elég jó, és elég sok törzs vásárló jár ide. Szinte mindig ugyanazokat az arcokat látom itten hétről hétre. Aztán változó. Szóval az, hogy most jó vagy rossz, ez nagyon szubjektív. Van, mikor nagyon jó, van, mikor kevésbé. Hát úgy látom, hogy itt mindenkinek magának kell kialakítani a vevőkörét. Mióta árul itt? Hát körülbelül egy éve.
egy éve. De körülbelül egy év kell, hogy nagyjából megismerjék az embert, az a tapasztalatom, legalábbis nekem. A születésnap nem az igazi torta nélkül, a 3 éves termelői piacot málnával díszített tortával köszöntötték az árusok és a vevők.